Horják István boldogi körzeti megbízott végre megfelelő helyre került, de ez most elsősorban nem neki, hanem a boldogi lakosok számára örömhír. Megszűnik ugyanis az eddig fennállt képtelen helyzet, amikor 60-ba kellett mennie adminisztrálni. Így most, hogy az önkormányzat felújította boldogi szolgálati helyét, ennyivel is többet tud helyben lenni, vélekedett Lackó Roland polgármester. Hogy annyira elhanyagoltuk ezt az éronát, ami ugye szóba volt, és amit hál' Istennek ünnepésen átadtunk, hogy a körzeti megbízottnak 60-ba kellett bemenni, a ügyeit intézni, a jegyzőkönyveket intézni, tehát ez nem megoldás a mai világban. Úgyhogy, ha nehezen is, még egyszer hangsúlyozom, összehoztuk ezt a pénzt, megcsináltuk. Az, hogy a körzeti megbízottunk mennyit fog itt tartózkodni, én úgy gondolom, mint Boldog település polgármestere, hogy én maximumot teljesítettem, a körülményeket átadtam, fel van újítva neki a körzete megbízottnak az irodája. A közel 2 milliós beruházás néhány hónapja készült el, most volt az ünnepélyes kulcsátadó a Hunyadi utcában. Biztonságos települést szeretnének működtetni, ezért döntöttek az iroda rendbehozása mellett, húzta alá a polgármester. Szabó Zsolt államtitkár is üdvözölte a felújítást, mint felvázolta, egyre kevesebb a térségben elkövetett bűncselekmény, mert több a rendőr és a rendőri vezetés is alapként tekint a helyben tevékenykedő körzeti megbízati hálózat fenntartására. Az első nagyon nagy próba az, amikor a határon a rendőrök helytálltak, és leakadva előttük, hogy ez megtörténhetett. A másik nagy dolog, hogy a térségben a bűncselekmények száma nagyon negatívan lecsökkent. Ennek benne van az is, hogy a mostani rendőrségi vezetés komolyan vette a közveti megbízott kérdéskörét, komolyan vette az állandó jelenlétet. Az átadón jelen voltak a megyei rendőrkapitányság vezetői is.